49. fejezet Róven épp a hajó kapitányával beszélt, amikor a ruk elrepült mellettük. A párja szerint a madár majdnem neki csapódott a hajónak, olyan sűrű ködülte meg a tengert. Egy felderítő volt a délre lévő armadából. Csak néhányan maradtak a hajóknál, és bár a felderítő nem ismerte a kagány gyermekeinek pontos tervét, annyit tudott, hogy a hadsereg Enilibe ment. Hogy ezután merre tovább, hogy Résvárba vagy Elivibe menneke, arról még nem született döntés. Úgyhogy Elin elhatározta, majd ő segít nekik döntésre jutni, gondoskodik róla, hogy miután végeznek enilibben a kagán hadserege éjszaknak induljon Teraszen irányába. Sehova máshova. Bármit kell is tennie azért, hogy meggyőzze őket, bármit kell is felajánlania, megteszi. Még ha így hogy el kellett jönnie Enilibe, később ér is majd teraszembe. Végül is jobb egy hadsereggel együtt visszatérni, mint egyes egyedül. Mégis most, hogy a kagán gyerekeinek tábori sátrában állt, Elin egyszerűen képtelen volt felfogni, milyen sok katonát küldött a kagán, és sárták herceg szerint jönnek még. Elhaladtak a szabályosan elrendezett sátrak és katonák, a gyalogos és az egész egyszerűen csodálatos lovasság mellett, a Dárgán a Kaganátus steppeinek legendás lovas hadserege mellett, az uralkodó család őseire emlékeztették, akik elfoglalták a kontinást. És amikor meglátták a rukkokat, még a magát folyton nyomorultul érző Lorken is többenten káromkodott, hogy végignézett a díszes páncélfette pompás gyönyörű állatokon, és a rajtuk ülő fegyveres lovasokon. A felderítő egyedül más látványt nyújtott, mint egy egész meseszép hadsereg. Elinnek elég volt egyetlen pillantást vetnie Róvenre, és látta, hogy a hím pallérozott elméjében terv formálódik. Mit terveztek, merre mentek ezután? érdeklődött Elina a kagány gyerekeire vigyorogva ásár herceg nő, akinek a jelek szerint épp olyan élesen vágott az eszem, mint Róvennek, viszonozta a gesztust. Penge éles mosolyát nem igen lehetett szépnek nevezni. Ha jól sejtem, most jön az, hogy megpróbálsz rávenni minket, menjünk teraszembe. Feszülté vált a levegő a helyiségben, mire Elin felhorkant. Most? Ki mondta, hogy nem ezen dolgozom már egy ideje? Az Istenek segítsenek meg, motyogta Kohl. Róven ugyanezt visszhangozta. Hásár szólásra nyitotta a száját, de sárták herceg közbevágott. Majd, ha Enili biztonságban van, eldöntjük, merre haladunk tovább. A herceg arca komor megfontolt maradt, de nem hűvös. Elinnek elég volt néhány pillanat, hogy eldöntse kedveli és aztán még jobban megkedvelte, amikor kiderült, hogy nemrég nevezték ki a kagán örökösének, és minden valószínűség szerint Nestin lesz az ő arája. Minden valószínűség szerint. Elin ezen jót derült, mert hogy Neslin volt az, aki nem igazán szeretett volna a világ legnagyobb birodalmának katunja lenni. De amit Sárták mondott, nem akartok teraszembe menni? Bukott ki elájtból. Elin nem mozdult, csak ökölbe a kezét. sártek herceg óvatosan fogalmazott. Eleinte éjszakra akartunk menni, de lehet, hogy vannak egyéb Elinrihez hasonló helyek, amiket fel kell szabadítani. Teresztennek segítségre van szüksége, mondta Róven acélos nyugalommal, miközben végignézett új szövetségeseiken és régi barátaikon. Tereszen nem kért segítséget, vitatkozott Hásár, akit a legkevésbé sem hatott meg a rámeredő tündérharcosok sora. Épp olyannak bizonyult, amilyenben Elin akkor reménykedett, amikor soksor hónappal korábban levelet fogalmazott neki. Kól megköszörülte a torkát az Istenek szerelmére, hiszen Kól ismét tud járni, és elvette feleségül Irene Tovert, aki meggyógyította mint egy száll a szőtesben. Olyannak tűnt aznap este, amikor ott hagyta az aranyat inisben, mintha meghúzott volna egy szállat egy szőtesben, hogy kiderítse, milyen messzire juthat vele. Egészen a déli kontinensig a jelek szerint, és végül hadsereget is egy gyógyult, boldog barátot szerzett vele, legalábbis annyira, amennyire bármelyikük is boldog lehet a jelen körülmények között. Elin Kohl cool szemébe nézett koncentráljunk egyenőre arra, hogy megnyerjük ezt a csatát. Mondta Kól és biccentett, mint aki érti, miféle tűzlobog elint tekintetében. Aztán eldöntjük. Ásár hercegnő elénre vigyorgott. Alaposan nyűgözleminket. minket. Ismét feszültség hullámzott végig a sátron. Elin farkas szemet nézett a hercegnővel, haloványan elmosolyodott, de nem szólt semmit. Nestén egyik lábáról a másikra helyezte a súlyt, mintha sejtené, mit jelenthet ez a hallgatás. Milyen erősek az erőt falai? kérdezte Gévriel kult, ügyesen elterelve a beszélgetést. Kól az állát vakarta. Ellenálltak már néhány ostromnak az időn során, de maradt napok óta támad minket. A várfalak kitartanak, de még néhány találat és a tornyok összeomolhatnak. Roven összefonta a karját. Bejutottak ma a várba? Igen, felelte komoran. Egy ostrom torony segítségével a rukok nem értek oda időben, hogy lerombolják. Neslin összerezdent, de sárták nem mentegetőzött. Kol folytatta. Sikerült megvédenünk a falakat, de a valgok jó néhány emberünkkel végeztek. Mármint Enili katonákra gondolok. Elén szemügyre vette a térképet, nem foglalkozott a tüzes tekintetű hercegnő szemében csillanó kihívással. Hásár olyan sok tekintetben tükröt állított neki. Akkor mi legyen? Áttörünk a vonalaikon, vagy egyesével szedjük le őket? Nesrin a térképre mutatott az ezüstó fölötti területre. Mi lenne, ha a tóhoz szorítanánk őket? Hásár hűn mögött élcelődésnek nyoma sem maradt. Morat ostoba helyen kezdett bele a város ostromába, túl mohók voltak, nem számítottak arra, hogy a dargán eltapossa és a rukhin szétszedi őket. Elin oldalsó pillantást vetett Róvenre, aki már őt nézte. Meggyőzzük őket, hogy menjenek teraszembe, üzente a párja némán előre előrehajolt, a háta megremegett ugyan, de azért végigfuttatta az újját a tó nyugati partvonalán. Ez a rész sajnos elég sekély, még vagy száz méterig a parttól. Ott talán ki tudnak menni, és minket is maguk után csalhatnak a vízbe. Ha pár órán keresztül a vízben vannak, az végezhet velük, magyarázta Irene, keskeny vonallá préselte az ajkát. Gyorsan lehűlne a hőmérsékletük, talán néhány perc is elég lenne, ha épp olyan a széljárás. Már ha hatással van egyáltalán az ilyesmi a valgokra, szúrta a közbehásár. Sok szempontból nem úgy halnak meg, mint a valódi emberek, és azt állítjátok, hogy egy sötétség és hideguralt a világból érkeztek. Tehát a kagány gyerekei pontosan tudják, miféle ellenséggel állnak szemben. Lehet, hogy beszorítjuk őket a vízbe, és meg sem nekik, miközben viszont a saját csapatainkat is kitennénk az elemeknek. A hercegnő az erőt falára mutatott a térképen. Jobb, ha inkább a kőnek nyomjuk, és összezúzzuk őket. Elin hajrott le, hogy egyet értsen. Lorken kinyitotta a száját, nyilván valami negatívat akart mondani, ám ekkor sárcuppogott valaki bakancsa alatt odakint a sátor előtt, és mindannyian megpördültek. Épp amikor egy csinos, sötét hajú fiatal nő rontott be, csak úgy szállt mögötte két fonata. Nem hiszitek el, hogy... Megtorpant, amikor meglátta Elint. Amikor észrevette a hím tündéreket, elkerekedett a szája. Nesrin kuncogott. Borte, hadd mutassam be... Újabb lépések cuppogtak a sárban, nehezebbek és lassabbak, mint bort gyors léptei, majd egy fiatal férfi botorkált be. Bőre nem volt olyan aranybarna, mint Borté és a kagány gyerekei, és sokkal sápadtabb. Visszakapta, lihegte, és tátott szájjal nesténre bámult. Már napok óta esküdni mertem volna, hogy éreztem valamit, apró változásokat vettem észre, de ma hirtelen mindet visszakaptam. Nesrin oldalra billentette a fejét, sötét haja függönyként hullott páncélos vállára. Ki? Borte megszorította a fiatal férfi karját. Fálkán! Fákán az Nesrin! Sárták herceg Nestén mellé lépett, mozdulatai épp olyan kecsesek voltak, mint bármelyik tündérharcosé. Hogy lehetséges ez? Emekkor a fiatal férfi Elin felé fordult és összehúzta a szemét, mintha próbálna rájönni, honnan ismerős neki. Aztán így szólt. Az orgyilkos, akivel Xandriában találkoztam. Elin felvonta a szemöldökét. Remélhetőleg nem a tiéd volt a ló, amit elloptam. Feris köhintett, Elina harcosra vigyorgott a válla felett. A fiatal férfi az arcát pásztázta, majd az ujját díszítő hatalmas maragdra siklott a tekintete, aztán a még annál is nagyobb Rubinra Goldrim markolatában. bortem megint Nesrinhez fordult. Az egyik pillanatban még a tábortűznél vacsoráztunk, a következőben Fákán a hasához kapott, mintha le akarna hányni mindenkit. Fákán erre sötét pillantást lövelt borta felé, és aztán megfiatalodott az arca. Fákán megint fiatal. Eddig is fiatal voltam, motyogta Fákán. Csak nem úgy néztem ki. Szürke pillantása összefonódott Elinével. Adtam neked a póksejemből. Egy pillanatra összemosódott, megremegett a múlt és a jelen. A kereskedő, mormolta Erin, utoljára a vörös sivatagban látta, és húsz évvel idősebbnek tűnt. Eladtad az ifjúságodat egy stígiai póknak. Ti ismeritek egymást? Tátotta el Nestin a száját. A sors vonalai különös szőttest alkotnak, jegyezte meg fálkám, majd elényre mosolygott. A nevedet viszont nem mondtad meg. Hásár kuncogni kezdett az asztal másik oldalán. Már tudod, alakváltó. Még mielőtt Falkán rájöhetett volna, Ferris előre lépett. Alakváltó. És egyben Lisandra nagybátyja, tette hozzá Nestin. Elén leroskadt a kol melletti székbe. Róven a vállára tette a kezét, és amikor Elin felnézett, a hím alig tudta visszatartani a nevetését. – Mi olyan vicces! – sziszegte Elin. Róven elvigyorodott. – Most az egyszer telepődtél meg úgy, hogy le kellett ülnöd. Elin kiöltötte a nyelvét, Borte elvigyorodott, Elin pedig rákacsintott a lányra. Fákán Elinhez és a társaihoz fordult. Ismeritek az unoka húgomat? A bátyja nyilván jóval idősebb lehetett nála, ha ő nemzette Lisszandrát. Az égvilágon semmi sem emlékeztetett fákámban a barátnőjére, de az is igaz, hogy már el is felejtette, hogyan nézett ki Lisszandra korábban. Lisandra a barátom, Karaverre úrnője, mondta Elin. Most nincs velünk tette hozzá, amint fákán reményteljes pillantást vetett a sátornyílásra. Éjszakon van. Borte megint a hím tündéreket tanulmányozta, nem lehengerlő vonzerejük, hanem a méretük, a hegyes fülük, a fegyvereik és a hosszú szemfogaik miatt. Előbb kért tőlük pacsit, csak utána hagy neki utalonfalatot, suttogta el én összeesküvően a lánynak. Lorken rámerett, Ferris azonban egy villanás kíséretében átváltozott, és hatalmas fehér farkas szinte betöltötte a teret. Hásár elkáromkodta magát, sárták hátra lépett egyet, borte arca azonban felvillanyozódott. Hát tényleg tündérek vagytok? Gévriel az örökké udvarias lovag meghajolt, Lorken a nyomorult viszont keresztbe tette a karját. Valóban azok vagyunk, mosolygott Róven Bortéra. Borte Elin felé pördült. Akkor te Elin Galatinius vagy, pont úgy nézel ki, ahogy Nesrin mesélte. Elin Nesrinre vigyorgott, aki kis és sártáknak dőlt. Remélem, csupa borzalmas dolgot meséltél, jegyezte meg Elin. Csak is a legrosszabbakat. Felelte Nesrin fapofával, de a szája széle azért megrezzent. Ám ekkor fálkán suttogva megszólalt. A királynő. És tértre rogyott. Hásár felnevetett. Bezzeg, amikor velünk találkozott, nem volt így lenyűgözve. Sárták felvonta a szemöldökét. Azt mondtad neki, hogy változzon patkányjá és iszkoljon el. Elina vállánál fogva felhúzta fálkánt. Az mégsem járja, hogy a barátnőm nagybátyja térdeljen előttem, nem igaz? Azt mondtad, orgyilkos vagy. Fákán szeme úgy elkerekedett, hogy világított a fehérje. Lovakat lopták Szandria urától. Persze, persze, legyintett elin. Hosszú történet, és épp egy haditanács kellős közepén vagyunk, úgyhogy... Húzzak innen, fejezte be helyette Fákán. Elin felnevetett, de aztán nestényre és sártákra pillantott, előbbi állával Fákán felé intett. Egyfajta kémként dolgozik nekünk, ő is részt szokott venni ezeken a megbeszéléseken. Elin bólintott, majd az alakváltóra kacsintott. Akkor mégsem kellett, hogy én üljem meg helyetted a stígiai pókot. Fálkám, megmerevedett, Nesintől sártákra, majd bortéra siklott a pillantása, aki egyébként mindig a hím tündéreket bámulta. Tudják? Elinnek az az érzése támad, hogy jobb, ha megint leül. Kol meg is paskolta maga mellett a széket, mire Irene kuncogásban tört ki. Elin megtette magának azt a szívességet, hogy valóban helyet foglalt, Róven pedig odaállt mögé, és mindkét kezét a vállára tette. Hüvelykújjával a nyakszértjét masszírozta, majd végig simított jelen, amit ő hagyott az egyik oldalon, és már kezdett heget formázni, hála a tengervíznek, amiben amivel összehúzták a sebet. Bár Elin izmai ellazultak a gyengéd mozdulat alatt, és vele együtt a lelke is kisimult, még mindig feszülten vette a levegőt. És nem is lett jobb a helyzet, amikor Nestin megszólalt. A stígiai pókok valgok. Némaság borult rájuk. Összetalálkoztunk a nővéreikkel, a karankuggikkal, a dagul mélyén, a világok közötti idéglenes résen át jöttek ide, és ott maradtak, hogy őrizzék a bejáratot, már ha megjelenik újra valamikor. Ennek nem lesz jó vége, motyogta felrészt, elájt pedig egyetértően hűn mögött. Álmokból, életévekből és emberéletekből táplálkoznak. Tette hozzá falkan kezével a mákasánt ahogy a barátaim szerint a valgok is. Elin látta, ahogy a valk hercegek az utolsó csepp ifjúságot és életerőt is kiszipolyázzák egy halandóból, nem maradt más csupán egy üres porhüvely, úgyhogy nem csodálkozott volna rajta, ha a pókuk is hasonló adottságokkal rendelkeznek. És mit jelent ez a háborúra nézve? Kérdezte Róven, aki hüvelykújjával még mindig elinnyakát cirógatta. Az pontosabb kérdés talán, hogy vajon csatlakoznak-e Ereven seregéhez? szólt közbelorkán szobor merev Nem Ereven szolgálják. Felelte Nestin halkan, és Elin azonnal tudta, rájött a pillantásából, amit Kól rá, az együttérzésből és a félelemből már azelőtt érezte a csontjaiban, hogy Nestin befejezte volna a válaszát. A stígiai pókok, a karankúik a valk királynőjüket szolgálják, az egyetlen valk királynőt, mévet.